Sziasztok, én Imelda vagyok, ez itt pedig az autós hírek. Bemutatkozott az új Ford Puma, 100. születésnapját ünnepli a Citroën, illetve több csapat is fejlesztésbe kezdett a Forma 1-ben. Tartsatok velem! Ford Puma életében tulajdonképpen számottevő változás ment végbe, ugyanis a név maradt, viszont kategóriát váltott a típus. A Ford folyamatosan bővíti európai piacra szánt crossover, illetve szabadidőautó kínálatát, a jelenlegi tartományban megemlíthetők például a Fiesta Active, a Focus Active, az EcoSport és a Kuga, valamint immáron a Puma is. A városi terepjáró mild hibrid hajtáslánccal funkcionál, emellett kategória elsőnek mondható a csomagtér kialakítása miatt, ami összesen 456 liternek felel meg. Még egyet könnyítettek a családok támogatott autóvásárlásán. Az ez év júliusában született gyermekek után is jár a babaváró támogatás. Továbbá a nagycsaládosok által vásárolt 7-üléses autó is újnak számít, még akkor is, ha a bemutató teremben kiállított autóként használták. Ferrari és az Alfa is fejleszt. Az utóbbi időben több Forma 1-es csapat is komoly fejlesztéseket helyezett kilátásba az elkövetkezendő verseny hétvégéket illetően. Mindkét említett automárka több fázisban próbálja, illetve szeretné bemutatni azokat a fejlesztéseket, amelyeken már hetek óta dolgoznak. 100. születésnapját ünnepli a Citroën. A márka, amely kreativitásáról, úttörő megoldásairól, valamint legendás kényelméről híres, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Az első, az alapító nevét viselő automobil, a Citroën Type A 1919. júniusában gördült le a gyártósorról. 20 évig még biztosan lesznek dízelek. Legalábbis a BMW műszaki igazgatója szerint. A dízelmotorok még legalább 20, míg a benzinesek legalább 30 évig lesznek elérhetők a BMW kínálatában. Számos olyan hely létezik még a világon, ahol az elektromos autózás nem jól kivitelezhető különböző infrastruktúrális okokból. Olyan ritkábban lakott területekről van szó, mint például Oroszország vagy Kína egyes részei, esetleg a Közel-Kelet egyes területei, ahol 300-400 kilométerenként egyszerűen nem éri meg elhelyezni elektromos autótöltőket. Ezeken a területeken tehát nincs más megoldás, mint a hagyományos motorral hajtott autókkal való közlekedés. Ez volt mai rövid hírösszefoglaló műsorunk, köszönöm, hogy velem tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni az itt látható ikonokra, és használjátok ki a csodás, szép időt. Sziasztok!